Azt mondják a tudósok, hogy nincsen olyan ember a Földön, akinek nem lenne hasonmása valahol a nagyvilágban. Ma pedig éppen ezzel a témával foglalkozunk, ugyanis összegyűjtöttem azokat az eseteket, amikor a világsztárok találkoztak hasonmásaikkal, akik valóban úgy néztek ki, mint ők maguk. Navy korábban személyesen Michael Jackson által volt foglalkoztatva abból a célból, hogy álcaként magára vonja a figyelmet például az utcán, amíg az igazi Michael Jackson be tudott menni például a hotelbe. Sokszor szerepelt az énekes helyett műsorokban is, úgyhogy igen, valódi karrier tud lenni az, hogy valakire hasonlítasz. Camilla Osman egy kanadai modell, aki arról vált híressé, hogy úgy néz ki, mint Kim Kardashian. Saját elmondása szerint ez amiatt van, mert egy országból származnak, de szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy ugyanahoz a plasztikai sebészhez járnak. Minden esetre a Keeping Up with the Kardashian sorozatban mutatták be a hasonmást először. Hi! No, no. This is my plan. Really? I thought that was your, I was gonna say that looks like Kim's car, but... Oh, nice to meet you. Nice to meet you too, finally. Még mikor éppen csak elkezdett befutni a One Direction nevű fiúbanda, akkor történt egy váratlan dolog, ugyanis egy srác velük együtt kezdett hírnévre szert tenni, csupán azzal, hogy úgy nézett ki, mint az egyik énekes. Természetesen mondanom sem kell, a fiatal Harry Styles-ra hasonlított a fiú, akit még a tévébe is meghívtak egy interjúra. Your life's changed completely. People always ask for pictures when I'm on the street. And yeah. Marriage proposals? Yeah, on TikTok got a lot of marriage proposals. Egy kutatás szerint elvileg minden egyes emberre 6 hasonmás jut a teljes világ népességén szétosztva. A világsztárok esetén ugye könnyű észrevenni a hasonlóságot, mert folyton a képernyőn vannak, de ez azt is jelenti, hogy például rád nézve is legalább 6 ember él a Földön, aki pont úgy néz ki, mint te, csak éppen nem tudsz róla. Érdekes ebbe belegondolni, mi? Sokszor egyébként történelmi személyekre is hasonlítanak a mai sztárok, mert ugyanazok a gének tovább tudnak öröklődni, akár több száz éven át is. Egy orosz férfinek gyakorlatilag az egész személyisége az lett, hogy pont úgy néz ki, mint Leonardo DiCaprio. Ő pedig olyan szinten megragadta a lehetőséget, hogy végül még egy tévéműsort is kapott, aminek forgatásáról vannak ezek a felvételek is. A vásárlók újra játszhatták a férfival a Titanic ikonikus jelenetét, és közös képeket készíthettek. Az egyik legfurcsább eset jön most, ugyanis két baseball játékos annyira hasonlóan nézett ki, hogy az emberek egyszerűen nem hitték el, hogy ez a valóság. Ugyanolyan magasak, ugyanolyan a hajuk színe, és hasonló szemüveget is hordtak, sőt, még a nevük is ugyanaz volt. Na ez már tényleg olyan szinten van, mintha hiba csúszott volna a Matrixba, és fény derülne rá, hogy egy szimulációban élünk. Végül egy DNS tesztet végeztettek velük, amikor kiderült, hogy nem rokonok, és semmilyen közös szál nem köti őket össze. Hihetetlen eset, mi? Carly Claus és Taylor Swift hasonlóságai évek óta a köztudatban vannak, azonban van egy ijesztőbb hasonmás is, aki nem más, mint Ashley. Az ápolónőként dolgozó Ashley ugyanis teljes személyiségévé tette azt, hogy Taylor Swiftre hasonlít, sőt már beteges szinten rá is játszik erre, és sokszor elő is adja például az utcán másoknak, hogy ő valóban az énekesnő. Valahogy nagyon sok hasonlása van Billie Eilishnak, amit eddig senki sem tudott megfejteni, hogy pontosan miért. Évek óta születnek a képek hasonmásairól, de most az argentin Nicki Nicole épp a legújabb hasonmása, aki ráadásul maga is énekelni kezdett, így már tényleg olyan, mintha Billie Eilish-t leklónozták volna. Az Ellen Show egy időben a leghíresebb műsor volt Amerikában, itt pedig éppen egy forgatás közben vette észre a műsorvezető nő, hogy a közönségben valaki pont úgy néz ki, mint ő. A hasonlóság pedig tényleg eltéveszthetetlen. Steve Harvey egy újabb híres amerikai műsorvezető, akinek ugyancsak van egy hasonmása, akit folyton megállítanak az utcán közös képekért. Mama, mama, everybody just comes up to us and they be trying to take pictures of him and trying to sneak and take pictures of him. Aggravating, ain't it? Getting sick of the little phone cameras. Worst invention in the world, wasn't it? Phone cameras. Képzeld el, hogy világsztárként egy interjúra hívnak a tévébe, majd félúton hirtelen 4 hasonmást kapcsolnak be a monitoron, akik pont úgy néznek ki, mint te. Te mit tettél volna? What's going on? First of all, I have to ask you 4 guys, have any of you actually met Ed before? Yep. No. I met Ty in 2012 in Manchester. That was the first time I met. A meme going around of me at like a festival.
And I was like, that's not me. And then we found out that it was... Natalie Portman egy hatalmas sztár a tévézés korai idejéből, akinek úgy tűnik, hogy új, modern kihívója lett, legalábbis a kinézetét tekintve eltéveszthetetlen a hasonlóság. Millie Bobby Brownról kezdett az elmúlt időben terjedni az, hogy pontosan úgy néz ki, mint a fiatal Natalie. Mondjuk ez nem volt véletlen, Hollywoodban ugye teljes csapatok dolgoznak azon, hogy emberek imidzsét építsék fel, szóval itt direkt erre a hasonlóságra építettek erőteljesen a ruhákat és a sminkeket tekintve is. Emma Mackey 2019-ben debütált a Netflixen egy világhírű sorozatban, amikor felfigyeltek rá, hogy igencsak hasonlít Margot Robbie-ra a lány. Azonnal mémek kezdtek terjengeni, sőt Margot még egy interjúban azt is elmondta, hogy egyszer őt tévesztették össze Emmával, és oda mentek hozzá, hogy Mackey-ként képet kérjenek tőle. I was eating a burger at Apple Pen, and they were like, oh, I loved you in Sex Education. That show was so cool, we just started watching it. And I was like, oh, I'm so sorry, it's not me. A szikla ugyebár rengeteg filmben feltűnik, és legnagyobb szerencséjére ma már a veszélyes mutatványokat nem is neki kell elvégeznie, mivel egy hasonmása lett az ő személyes dublőre. Hogyha jön egy húzós mutatvány, akkor csak szólnia kell neki, és már csinálja is a rock helyett. Thank you, and enjoy your new truck. No, man, what? Az ABC-n futó reggeli műsor egyik külön kiadásában a műsorvezetőket lepték meg hasonmásaikkal. A reakció pedig nem maradt el. Mondjuk tényleg hihetetlen, milyen hasonlóság van teljesen ismeretlen emberek között bármilyen rokoni szálak nélkül. Yes! How are you doing? Great. You are driving this impressed. Yeah, come on. Gabby DiMartino a YouTube-on indult el, ahol a mai napra már több millió követőre tudott szert tenni. A fő érdekessége a dolognak az, hogy a lány pont úgy néz ki, mint Ariana Grande, sőt több videójában is őt igyekezett megszemélyesíteni, ami az énekesnőnek nem is tetszett. Végül aztán sikerült mégis megbékülnie a dologgal, a két nő kibékült, sőt Gabby még Ariana egyik klipjében, a Thank You Next-ben is szerepelt. Nemrég Logan Paul is szervezett egy találkozót hasonmásával, aki konkrétan ugyanolyan magas, ugyanolyan testalkatú, és még az arcuk is azonos. Ezen a ponton már úgy érezheti magát az ember, hogy ikertestvére van. Ismét Steve Harvey-t láthatjuk, aki úgy látszik, hogy újabb hasonmásra tett szert ezen a forgatáson. Man, you look like me. Damn. I hate to say this, but I'm an honest guy. You actually a little better looking than I am. Yeah. A következő videó a smink erejét mutatja meg, mivel itt egy Wednesday rajongó készítette el kedvenc karakterének sminkjét, aminek hatására tényleg úgy nézett ki, mint Jenna Ortega. Ha pedig hozzádobjuk az outfitet is, már is olyan, mintha Jenna újra született volna. A rendezők is felfigyeltek egyébként a hasonlóságra, és végül el is hívták a forgatásra, hogy közös képeket csinálhassanak. Hold on, hold on! God. Let me see the outfit! Hi, I'm Nora, nice to meet you! Do you want to come inside and see our set and situation? Okay, sweet. She's a bit more Wednesday than I am. Adele egyik londoni fellépésén állt elő azzal az ötlettel a BBC brit csatorna, hogy megvicceli a rajongókat egy kis csellel. Adele hasonmás versenyt hirdettek, amire bárki jelentkezhetett, csak hogy éppen az igazi Adele-t is elrejtették a versenyzők között, aki tökéletesen be is épült. What about you? 5 years. Yeah. 4. Mine's been a bit slow recently. Not that many. Really? Yeah. Not much of a demand. Majd, mikor végül leleplezték a csínyt, akkor mindenkinek leesett az álla. Adele's? Adele's? Meet your Adele! That is so good! Sorry. You are so amazing. Még 2002-ben maradt fent ez a klip, ahol a Conan O'Brien Show egy részében bemutatták a műsorvezető tökéletes hasonmását. Végül poénból felkérték a Dana nevű hasonmást, hogy járja New York utcáit egy napig, és nézze meg, hányszor ismerik fel, úgymond, és az biztos, hogy hosszú napja volt a srácnak. Conan O'Brien. Oh yeah, because people are asking and they, you know, they're saying that you look different, so... No, the TV does that, you know. So that you recognize that voice?
thinks it's Conan O'Brien. Is it Conan O'Brien? You are correct. A Graham Norton Show-ban csoportkép közben hirtelen kiugrott mögülük a valódi Benedict Cumberbatch színész, amikor kiderült, hogy végig egy hasonmást mutattak addig. Tom Hiddleston egyik rajongója beöltözött Lokinak, a színész karakterének egy Marvel eseményen, ahol majdnem el is vette a férfi munkáját. You dog creature! Yes, you are. Tom, hi! So, oh my god, sorry. Oh, I am a god, you dog creature. Hi, Kelly. Oh my god. Van egy Fake Drake nevű srác, aki konkrétan abból keresi a pénzét, hogy Drake-nek adja ki magát, és szórakozó helyekre hívják meg, ahol egy-egy estéért 5000 dollárt kér. Elég rossz üzleti modellnek tűnik a dolog, mi? Nos, valójában annyira bejött ez a srácnak, hogy rövidesen 10000 dollárra kellett emelnie az árát, mivel olyan sok megkeresés érkezett be, hogy képtelen volt mindenhova elmenni. Anywhere I go, to be honest, like Miami's the craziest, but like I get swarmed on the streets, like I gotta get security, like that's it's getting to that point. Really? Yeah. Victoria Justice és Nina Dobrev legjobb barátnők, akik ráadásul pontosan ugyanúgy néznek ki, ami miatt sokszor nem is tudhatja az ember biztosra, hogy kivel beszél éppen. A Teen Choice Awards egyik díjátadóján ráadásul Victoria adta át a díjat, méghozzá pont hasonmásának. My doppelganger Nina Dobrev! Max Kessler, egy New Yorki könyvelő és humorista, aki azzal haknizott sokáig, hogy úgy néz ki, mint Adam Sandler. Igen ám, de ezt a következő szintre is emelte a véletlen, vagy a rendezők agyafurcsága, amikor is a valódi színész kapott egy szerepet, ahol Max Kessler néven kellett egy férfit alakítania az Újrakezdés című filmben. Ekkor terjedtek el a split-screen összehasonlító képek a neten, ami után az igazi Adam Sandler elhívta az igazi Max Kesslert a film premierjére, ahol Max Kesslert játszotta Adam Sandler. Na jó, ennyi elég lesz már ebből. Abby Herbert influencert 15 millió ember követi a neten, akik sokszor hangoztatják, hogy szerintük Abby úgy néz ki, mint Jennifer Garner, sőt egyik barátnője pedig olyan, mintha az ikertestvére lenne. Zooey Deschanel és Katy Perry között igencsak nehéz különbséget tenni, ha egymás mellé állnak. Akkora ugyanis a hasonlóság, hogy mielőtt Katy Perry befutott volna, azelőtt Zooey-nak adta ki magát az éjszakai klubokban, hogy ingyen és soron kívül beengedjék őt. Mindössze csak a haj tűnik másnak kettejük között, azonban ezt leszámítva simán beugarhatna ez a nő a közönségből Oprah-t helyettesíteni, ha ő éppen nem érne rá. Curly hair. Yeah. 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 Curly is the way to go these days. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk. Mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogyha élveztétek, érdekesnek találtátok ezt a témát, vagy hogyha érdekel akár titeket folytatás is, ahol is egy második részben újabb hasonmásokat mutatok be nektek, akik tényleg akár az ikertestvérei is lehetnének a világsztároknak. Sőt, ha már itt tartunk, akkor most tekeretek le a kommentekhez, és írjátok meg azt, hogy nektek van-e hasonmásotok, vagy hogy éppen ti magatok hasonlítotok-e valakire. Meg akkor már felvetek még egy gondolatébresztő érdekes kérdést, úgyhogy nyugodtan fejtsétek ki azt is, hogy szerintetek milyen lehet úgy az élet, hogy valakire teljes mértékben hasonlítasz, és ténylegesen mondjuk megállítanak az utcán, és folyton el kell mondanod, hogy nem én vagyok például Michael Jackson, vagy bárki a mai videóból, aminek egy másik oldala ugye az, amikor az ikertestvérek egy az egyben hasonlítanak egymásra, és konkrétan azzal kell szembenézniük, hogy még akár a barátaik sem tudják felismerni őket. Úgyhogy nyugodtan fejtsétek ki, mit gondoltak erről, én most minden esetre megköszönhetek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, illetve fogjátok a következő jobbnál jobb videókat, amik egy az egyben hasonlítanak egymásra, mert az összes baromi szuper. Na de tényleg köszi a figyelmes kacok, nem sokára ismét találkozunk, addig is még további szép estét, és persze, sziasztok!